A Hospice Világnap alkalmából a Nagyatádi Kórház munkatársai is készültek programokkal. A hospice osztályon dolgozók kezdeményezésükkel szerették volna felhívni a figyelmet a betegápolás, a gondoskodás, a lelki támasz fontosságára. A hospice tevékenység végül is, mint hospice világnap, amiről megemlékezünk, ez 2004 óta működik Magyarországon. 2007-ben alakult nálunk az osztály, és nálunk a hospice világnapját 2009 óta ünnepeljük itt Nagyatádi Kórházban. A szervezők ez évben a gyerekeket is bevonták a világnapi rendezvényükbe. Tevékenységük idei fő mottója: vegyél részt a gondozásban. Vajdáné Horváth Erzsébet hangsúlyozta, fontos, hogy a fiatalok is megértsék és elfogadják a betegségek létezését. Ennek a keretén belül megkértük a gyermekeket az iskolába, óvodába, hogy rajzoljanak nekünk. Ezzel kapcsolatban is nagyon sok és nagyon szép rajzot kaptunk a gyerekektől. Az óvodás és alsó tagozatos korosztály hamar megbarátkozott a témával. Rajzaikon az ápolással, a gyógyítással kapcsolatos jelenetek elevenednek meg. Ott vannak a kisbabának a bohócok, ott az anyukája, és felvidítják a bohócok. Miért pont ezt a témát választottad? Nem tudom, mert nekem a gyerekek jobban tetszenek. Az anyukámat rajzoltam, amikor egyszer a kórházba volt. És kik vannak még a képen? Egy nővér, egy bácsi, és más nem. A kisgyerekek is könnyen megértik, mennyire fontos a segítségnyújtás a rászorulóknak betegség esetén. Ahogy a gyerekekkel levő beszélgetés során is kiderült, hogy a betegeket, ha már korán és időben elkezdünk velük beszélgetni arról, hogy a betegek gondozásáról, a segítőkészségről, és ha erre neveljük őket, akkor ez nagyon sokat számít az ő számukra. A rajzolók főként személyes tapasztalataikból merítettek ötletet munkájukhoz, és kisvállalkozók változtatással ezeket az élményeket rajzolták meg. Azt ábrázolja, hogy az unoka bejött a nagymamájához, meg az apukájával, aki tolókszékben volt, de és jött az anyuka, aki itt dolgozott ápolónak. Az egyik gyereknek az anyukája meglátogatta a gyerekét. Azért, mert eltört a lába, mert leesett a mászókáról. A kiállítás létrejöttében nagy szerepe volt a Nagyatádi Kórháznak, az ápolási igazgatónak, a hospice osztály és a krónikus utókezelő osztály dolgozóinak, valamint mindazoknak a pedagógusoknak, akik felkészítették a gyerekeket rajzórán. A szervezők a rajzokért cserében áciszokat adtak ajándékba a kiállításon résztvevő gyerekeknek, akik óvónőik, tanítónőik segítségével maguk ültették el a növényeket. Nagyatádon a hospice osztály közreműködésében első alkalommal került sor erre a szimbolikus gesztusra. A virág magát az életet jelképezi. A növekedés, majd pedig az elmúlást foglalja magába, és ez egy ilyen körforgás, ami természetesen az életünkben is benne van.